Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Hát a magyarok életmódjával, illetve annak a védelmével fogunk kezdeni, nem véletlenül, mert hogy Semmén Zsolt egy törvényjavaslatot nyújtott be, és ebben egyébként ő is Varga Judittal együtt 4 pontban megfogalmazták azt, hogy hogyan kell megvédeni a magyar életmódot, úgyhogy ezt mindenképpen átbeszéljük. Itt van Konok Péter történész. Jó estét kívánok. Vona Gábor, második reformkor alapítvány alapítója. Jó estét kívánok. Ceglédi Zoltán, politikai jellemző. Jó estét. És Hont András, az Átlátszó újságírója. Jó estét kívánok. Na kezdjük akkor a magyar életmóddal. Mielőtt a részletekbe belemennénk, hogy hogyan kell megvédeni a magyar életmódot, ugye 4 vagy 5 pontban ez konkrétan meg is tudhatjuk, majd ezeket be fogom olvasni, vagy ha Zoli beolvassa, az is jó. De minden esetre... Valaki nagyon kiismert engem. Csak véletlen, csak a véletlen műve. Na, szóval, hogy erre most hogy jutott idő a parlamentbe szerintetek? Hát azért van 1-2 fontos ügy, háború is van, ugye most éppen a küldöttség is tárgyal, vagy tárgyalni fog, vagy már be is fejeztem, és Svédországban is Finnországban. Ugye a ratifikálásra még mindig nem jutott idő, ki tudja, hogy fog-e erre, hogy maradt idő, hogy látjátok? Nekem van egy elméletem, hogy nem abba vág bele, amit általában ilyenkor gondolni szoktunk. Az Európai Ügyek Bizottsága előtt volt az előző ülésen a parlamentben az Európai Bizottság 2023. évi munkaprogramja. Ezt végigpörgettem, mert ilyen perverz vagyok, és abban szerepel az egyik rész, aminek az a címe, hogy amivel idén fog a bizottság... Mondtam, hogy olvasni fogsz, hogy biztos vagyok. Az európai életmód előmozdítása. Tehát, hogy a bizottságnak, ugye ez az a szerv, amit az ellenzéki képviselők meggyőztek, hogy ne adják oda a magyaroknak járó pénzt, az Európai Bizottság 2023. évi munkaprogramjában van egy ilyen, az európai életmód előmozdítások, nagyon röviden, vannak benne ilyenek, mint a mentális segítség, foglalkozik a jogszerű migráció kérdésével, az ellenállóképes schengeni térséggel, a gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelemmel, tanulási célú mobilitással, megelőzési csomag, dohányfüstmentes környezetről, védőoltásokkal megelőzhető rákokról, ott nem 4, hanem 7 pont van, de még akar találkozik is ezzel. Szerintem itt van egy ilyen provokációs opció, hogyha nagyon neki megy majd az ellenzék, hogy mit akarunk ezzel, hogy a magyar életmód védelme, akkor megkapják a fejükről, hogy nézd csak, az Európai Bizottság az európai életmódot akarja védeni, és azzal semmi bajod nincsen, meg is szavaztad. Ez egy ilyen opció. Egy picit előre futnak ezzel? Valóban akkor így előre futnak ezzel? Szerintem az a tervük, hogy ezt ide öde rakják, és ha mondom, egymás mellé rakom a 4 és 7 pontot, még találkozása is van, az elnevezés is hasonló, és akkor megint be lehet mutatni, hogy ezek mindenféle kozmopolita hazaárulók. Nem tudom, azért szerintem benne van ebben a ez nagyon szellemes, azt nem tudtam, tényleg izgalmas. De hogy itt azért alapvetően arról a mechanizmusról van szó, ami így a politikában elég gyakorta működik, hogyha ugye bármi kevesebbé válik, akkor más többé. Tehát így minél kevesebb a magyar életmód anyagi alapja, tehát minél kevesebb a magyarok életmódjának az anyagi alapja, mindig drágábbak a cuccok a boltban, mindig a bolttal jövők, annál több a szöveg. És ugye a szöveg most alapvetően arról szól, hogy védjünk meg valami teljesen stiláris, teljesen abszurd dolgot, ezt a magyar életmódot, amit marha nehéz lenne egyébként definiálni. Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ez a magyar életmód? Hát az embernek óhatatlanul Kásler Miklósi életmód jut eszébe, meg hátrafele nyilazás, meg hasonlók, de nyilván nem feltétlenül erről van szó, itt azért vannak erre utalmazások, hogy itt az alaptörvény értékeit kell megvédeni. De én nekem egy anekdota jut az eszembe erről. 1935-ben Gömbös Gyula úgy vélte, hogy megvédi a magyar életmódot, és összehívta az Ilahi Lajos szervezte, hogy a népi írókat leginkább, hogy lehetnek ők ebben partnerek. Ez lett volna az új szellemi front. És de Gömbös mindenféle frázisokat mondott a magyar életmódról, meg hogy az milyen fontos, meg hogy néz ki ez az egész, és megkérdezte az írók véleményét, és akkor Móricz Zsigmond nagyon tömören felolvasta egy napszámos heti ebédjét, amiből csak röviden idéznék, hogy hétfő reggelire kenyér zöldhagyma, délben lebbencsleves, este üres krumpli főzelék kedd, reggelre kenyér zöldhagyma, délben lebbencsleves, este puliszka kis tej a szerda, reggelire kenyér zöld paprika. Hát ez volt ugye a magyar életmód, amire egyébként Gömbös, mert azért ne felejtsük el, hogy a magyar életmódot fel is lehet jelenteni, aki szígya, annyit mondott, hogy Zsiga, rólad rosszakat jelentettek, te destruktív vagy. Ez a magyar életmód megvédéseinek egyik előképe szerintem. Szerintem nehéz vitatni, amit a Zoli felvetett, hogy itt az Európai Bizottsággal, meg az Európai Unióval szembeni kontextusban értelmezendő, de hogy a negyedik pont talán a családról szól, meg a gyermekvédelemről, tehát szerintem ez az aktualitása. Tehát, hogy itt a családvédelmi, gyermekvédelmi ügybe
keverik bele, tehát én még egy ilyen opciót is belelátok ebbe, és a kettő nem zárja ki, hanem inkább erősíti egymást. Ami engem egyébként zavar, még politikusként is nagyon zavart, ez a saláta imádat a magyar politikában, hogy mindig úgy terjesztünk be valamit az országgyűlés elé, hogy összemosunk különféle ügyeket, és ugye nem tudsz utána jól dönteni, mert valamelyiket támogatnád, de valamelyiket nem. Ha megszavazod, akkor olyat is megszavazol, amit nem szeretnél, ha nem szavazod meg, akkor olyat sem szavazol meg, amit meg szeretnél. Tehát ez egyik problémám. A másik, hát ha a magyar életmódot jogszabállyal kell védeni, akkor az lényegében beismerés annak, hogy a magyar életmód megszűnt, nem? Tehát, hogy már csak büntetés kilátásba helyezésével lehet megvédeni, de ami a legdurvább szerintem ebben az egészben, hogy a magyar életmódról beszélünk, de ez a törvény alapvetően arról szól, hogy följelenthetjük azt, aki ezt megsérti. Tehát itt igazából a magyar életmódnak egy másik aspektusára világít rá, a besúgásra, a feljelentésre. Tehát közvetett módon... magyar életmód. Ezt akartam mondani, hogy közvetett módon ez a magyar életmód sugárzódik ebből a törvényből sajnos. Egyébként, ha már itt a feljelentésekről volt szó, azért azt mondjuk el, hogy mire kell odafigyelni, vagy mi ellen lehet feljelentést tenni. Például az ellen, aki kétségbe vonja, hogy a velünk élő nemzetiségek magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Ezt úgy elképzelem, hogy valaki mondjuk emiatt feljelentést tesz. De a másik se rossz, hogy tagadja a nemzeti szocialista és kommunista diktatúrák bűntetteit, akadályozza a nemzeti jelképek tiszteletét és használatát, és ugye van egy negyedik pont, ami hát tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz is, amit te is mondtál, hogy kétségbe vonja a házasság és a család alkotmány jogilag elismert szerepét, vagy a gyerekek megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez szükséges védelem és gondoskodás, valamint születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Na most elképzelem, hogy valaki kiválaszt egy pontot, és akkor... De erről szól, ez a negyedikről szól. Tehát az első három az lényegében megágyaz annak, hogy a negyedik elhangozhasson. Szerintem ennek ez a logikája. Ez egész borzasztó, tehát borzasztóak vagytok. Végre a magyar parlament hozza a formáját, rájön arra, hogy mi a funkciója a népszórakoztatásban betöltött szerepére. Igazi esztrádműsor, van benne szex, van benne science fiction, minden. És akkor ez felolvas kapásból egy európai irányelvet, a másik történelmi szemelvényeket ismertet, a harmadik megpróbálja megfejteni így intellektuálisan és teoretikusan, persze, hogy nem marad nézőnk. Azért ne felejtsük, hogy volt ennek egy ilyen hetekkel előre már egy ilyen megalapozása, amikor jött ez a kukac történet, hogy akkor magyar ember nem eszik lisztkukacot, tücsköt, bogarat, és meg kell védenünk a nemzeti gasztronómiánkat, meg a gyomrunkat, hát ostromolja a pacalt Brüsszel. És akkor én a magyar életmód védelmezőinek így a figyelmébe ajánlanám például a 19. század közepének elterjedt alföldi receptjét, amit be lehetne illeszteni a gasztronómiánkba, viszonylag olcsó is, az a libavéren hízlalt sült pióca. Igazi magyar étel. Na jó, de akkor tényleg beszéljünk egy picit komolyan. Tehát, volt hogy, ilyen. Ugye a magyar kormánynak, a NER-nek lényegében egy fontos pillére a magyar életmódnak egy sztereotíp, sok esetben kifejezetten karikírozott, de komolyan előadott része, ami arról szólna, hogy tényleg együk a zsírosat, tényleg igyunk sokat, a pálinka az alapélelmiszer, a miniszterelnök nagy darab, és akkor kedvesen fogalmaztam még róla, hogy a legegészségtelenebb... Azt nem tudom, de a pálinka alapélelmiszer, egyetért. A legegészségtelenebb ételekre teszünk árstoppot, de saláta csak törvényben van, nem pedig az árstoppos kategóriában, és mindez oda vezet, hogy fölmagasztalunk valamit, amiről egyébként konszenzus van, hogy nem jó. Tehát az életmódnak ez a része nem jó, a magyar az korán hal, betegen él, rákos lesz, stb. De mondom a másik felét is ennek, mert ez is tipikus, hogy hoznak egy törvényt, aminek a füstje nagy, de ha lángját keresünk, azt veszük észre, hogy rádobták a feljelentő hajlamú emberekre, hogy cselekedjenek, és a következményről nem beszélünk. Ugye nagyon sok ilyet csinált már a Fidesz, ezt imádja. Ugye a koronavírus járvány elején kitalálta, hogy a rémhírterjesztést hogyan kell büntetni. Volt két hülye, akik rendőröket küldött Facebook kommentelőkre, de azóta se fordult elő, hogy bármely újságírót azt elvittek volna azért, mert egyébként a címlapon hazudozott hónapokon, akár éveken át, pedig az alap meg lett volna rá. Amikor kitalálták, hogy akkor csak csipesszel szabad megfogni és arrébb rakni a könyvesboltok,
kapcsolatban bármilyen olyan könyvet, amiben két azonos nemű szereti egymást, annak se egy gyakorlata, nem mérecskéri most se senki, hogy a templomtól milyen messzire van a, nem tudom, valamelyik ilyen ókori eposz, amiben előfordulnak mindenféle ilyen csúnyaságok. Szerintem itt is ez lesz. Én nem számítok arra, hogy nekiindulnak a feljelentések, és pláne, vagy bejelentések, és pláne annak kapcsán az eljárások. Szerintem ez nem fog megtörténni, csak föl lehet mutatni a kampányban, hogy ezt ők... De hát igazából pont ez az, hogy nincs mögötte végrehajtási szándék szerintem. Egyetlen esetben lehet, mert arról van ugye törvényünk, a nemzeti jelképek fokozott védelme, tehát hogyha valakit ma feljelentenek azért, mert gyalázta mondjuk a himnuszt, akkor ezért valóban elítélhetik. A többi egyszerűen nincs definiálva, tehát én azt mondom, hogy már pedig szerintem apa is lehet nő és anya is lehet férfi, akkor nem hiszem, hogy ezt bárki hiába jelent fel. Ezt teszteljük le, ezt mondd komolyan. Most én ezt komolyan mondtam egyébként. Úgyhogy, kedvesek, de még azért ez csak javaslat. Viszont azért szerintem nagyon fontos ez, amit mondasz, ez hogy rátestálják a cselekvést a feljelentőre. Erről szól a történet a feljelentés, és nem csak egy magyar sajátosság, egyébként nem magyar sajátosság, de valóban állítólag Magyarországon különféle politikai rendszerekben ez igen elterjedt. A feljelentés egyfajta közösséget ad. Ezt egyébként pont a Covid-nál lehetett látni, egy hovatartozást, illetve annak a feloldását, annak az érzésnek, hogy neked nincs hatásod a dolgokra. Tehát amikor kiüresedik a politika, mert azt mondod, 4 évente választok, ugyanaz marad minden, most végre rám van bízva. Közösség, tényleg láthattuk azokat, akik a feltételezett jó érdekében bármiféle intézkedés. Halló, lent bandáznak a fiatalok, látom a fiatalokat, lent bandáznak. És volt beszélni, ilyen. És szerintem ez a lényeges kérdés, hogy itt nem a magyar életmód van bejelentési teher vagy sortűz alatt, hanem úgy az élet. Mód és magyar nélkül. Úgy gondoljátok szerintem, tehát én továbbra is azt vélem emögött, hogy a pillanat uralása van csak emögött, és az ellenzéki pártok... Ezzel lehet uralni? Az ellenzéki pártokat lehet egy Európai Uniós topikkal összekötve, kellemetlen helyzetbe hozva, mert most az ellenzéki pártok nagyon sokszor átélik ezt, de most megint ilyen egyébként a béke nyilatkozat is, hogy ugye dönteniük kell, hogy most ezt támogatják, vagy nem támogatják. Ha támogatják, akkor ugye ők egyben támogatták a családvédelmi programját a Fidesznek is. Ha nem támogatták, akkor ott van az első 3 pont, akkor válasszák ki azok közül, hogy melyikkel nem értenek egyet. Tehát hogy ez nyilván, és a Fidesz egyébként folyamatosan ezt csinálta, ez nem újdonság, de ez bőven elég arra, hogy a következő azonnali kérdésnél, napi rendelőti felszólalásnál majd lehessen őket vagy ebből az irányból, vagy abból az irányból. Gábor, az a probléma, hogy te ezt az egészet akkor kezdted még el, még aktív szereplőként, és akkor még volt politika. Nem, akkor már nem politika. Volt. Amikor elkezdted, volt politika. Nem volt. Jó, kétharmaddal már... szemben nem, jó, mindegy. Ne, de nem akkor kezdted el, hanem még a 2000-es években. Ja, értem. Szóval akkor még volt politika, ez most nincsen. Orbán Viktor rájött arra, hogy nincs is igény politikára, valóságsóra van igény. Mondom, parlament rájött a népszórakoztatásra. Fölösleges arról beszélni, akkor most, mint a nő a láza vagy süllyede, hogy akkor most emelkedik valamelyiknek a támogatottsága, vagy éppen zuhan, mert tök mindegy, úgyis ugyanaz a vége. Mindeközben viszont az, ami ettől a bejelentéstől függetlenül folyik, amilyenek mi vagyunk, de mi az a feljelentgetések, a folyamatos feljelentgetések, azok vannak. A kormány ezzel biztosít egy kirekesztő igazságot. Ez nem csak a kormány, ezt ugyanúgy gondolja az most ellenzékben szorult, a Kalasnyikovot a kiskertben ebben az esetben munkássőr, a kormány játszik ezzel. Az ellenzéknek is volt ilyen szerepe, és az ellenzék is bármikor eljátszik, de én nem hinném egyébként, hogy ez tényleg azon a szinten, hogy a parlamentben most a kormány hülyének állítsa be az ellenzéket, azt az ellenzék elvégzi helyette. De ha belement ebbe, akkor miért nem írta 4 pont helyett még hozzá 10-et? Tehát értitek? Tehát én azt nem látom, hogy ha ebbe az egész játékba belement, akkor ez a 4 pont nagyon sovány. De hát pont te beszéltél arról, és ebben teljesen igazad van, hogy egyfajta saláta, cucc. Az is lényeges, hogy ne legyen benne semmi konkrét, mert ebben alig van valami konkrét. A negyedik pontról szól. Mindenre lehessen aktualizálni, a negyedik pont talán a legfontosabb, de én mégis inkább azt látom, amiről te beszélsz tulajdonképpen, hogy megmozgatni az embereket. Egyre kevesebb ugye a kenyér, egyre több a cirkusz. Ez olyan, mint amikor leül nagyon a buli a koncerten, és akkor az énekes megpróbálja megénekeltetni a közönséget. Ha ez sikerül, ha a közönség énekel, mindjárt jobb lesz a buli. Akkor mondjuk ilyen szempontból nézzük már meg csak egy pillanatra ezt a negyedik pontot, hogyha erről van szó. Mármint az egész, ugye itt arról volt szó, hogy házasság, ugye ez az egyik tétel,
amit itt emlegetni, alkotmányjogi elismert szerepe, gyermekek védelme, meg a születési nem. Akkor ez a három olyan... Ezt nézzük végig egyenként, ez fontos. Kezdjük igen. Az elsővel. Kétségbe vonja a házasság és a család alkotmányjogi elismert szerepét. Elnézést kérek, minden második házasság válással végződik. De ezzel nem vontott kétségbe az alkotmányjogilag betöltött szerepét? Nem, az alkotmányjogilag elismert szerepét én kétségbe vonom. Miért vonod kétségbe? Nem vonod ezzel kétségbe? De én kétségbe vonom, én azt állítom, hogy a házasság az nem az egyetlen e tekintetben alkalmas, vagy a legalkalmasabb együttélési mód ahhoz, hogy egy család az működjön, létrejöjjön, funkcionáljon. Tök jó megoldás, a történelem során nagyon sokáig a házasság az jelentett mindent, ami ebbe beletartozik, szerintem 2023-ban nem. Én ezt fognak jelenteni van. Szerintem. Egyéb, a konokot is, meg engem is, ez tök jó. De még nem érvény, visszamenőleges lesz. A gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelem és gondoskodás. Nekem nagyon sok kritikám van azzal, amit ennek gondolnak ma, és amit ennek érdekében tesz, akár az állam, akár más szereplők, én szerintem erről vitatkozni kéne, nem pedig megmondani, hogy mi ez, de a kedvencem születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. No, mi a férfi, mi a nő? Hogyha az András arra jut, hogy elkezd küzdeni tényleg az ő kedvenc kulturális központjáért ott Erzsébet városban, akkor azt kell mondani, hogy az ő férfiként való önazonossághoz való joga, az csak akkor érvényesül, hogyha éjfél után is megihat egy sört a kis üzemben. Jelentsd be azokat, akik ezt kicsinál. Én ezt így gondolom, szeretném jelezni. De hogy ugyanígy egyébként egy nőnek is ahhoz, hogy nőként kiteljesedhessen, nem definiáltuk, hogy pontosan az önazonosság mit jelent. Nincsen erről egy taxatív felsorolás, mint a büntetőeljárási törvényben A-tól N-ig a kivételek, hát akkor... De még ha definiáltuk volna is... Ezt meg privátban szeretném majd közölni, jelentkezzenek... Konokot bejelenteni kell, én meg a én női kiteljesedésről hogy leesett a banán ára, mert akkor hárman fogok beszélni. Megkérdőjelezi bárkinek a születési neméhez való önazonosságának jogát. Olyanok vannak, akik azt mondják, hogy lehet más önazonosság is, mint a születési nem. Tehát így ilyen szempontból én még nem láttam olyat, aki azt mondja, és nem is hallottam, hogy arra kezdve, hogy már pedig senkinek nincs joga a saját születési nemével önazonosnak lenni. Ez egy marhaság. Ezt mondom. Mondjuk akkor lehet, hogy benne van a pakliba, hogy ha majd ez oda kerül, akkor az ellenzék elkezd ezen vitatkozni simán, ahogy az előbb említetted, előállnak ezzel, és akkor kezdődik megint. Hát lecsavarták a parlamenti munkát, kérlek. Szóval, hogy várhatóan szerintem ez lesz ebből? Hát én továbbra is azt tartom, hogy ez nem akarja a Fidesz sem ezt a társadalmi szintre elvinni. Még a feljelentgetés, én is elvicceltem itt az elején ezt, hogy ez a magyar életmódban egy ilyen sötét komponens ragadt ki, de ez nem ez a célja. Egyszerűen ebben a családvédelmi és a parlamenten ben legyártott tartalmakat akarja ezzel színesíteni. Egy kicsit, tartalomgyártás. Ahogy a közösségi médiában is tartalomgyártás folyik, a politikában is most már tartalomgyártás folyik, ez egy tartalom. Ezt mondtam, fölmegy Gábor. Orbán Viktor Facebook oldalára, fölmegy majd Novák Katalin, nem tudom, Instagram oldalára, ha van neki, és akkor ennyi. Egy kicsit még neked szerintem illúzióid vannak az ellenzék jelentőségével és autonomiájával kapcsolatban. Az ellenzék jelentőségével kapcsolatban nincsenek illúzióim. Én azt gondolom, hogy a Fidesznek az az érdeke, hogy úgy tegyen, mint az ellenzék létezmen, és ilyenekkel életre pofozza az ellenzéket. Hogy ez így tesz, aki a hírmagyarázó is, meg aki az egészet csomagolni próbálja. Erre próbáltam neked utalni, vagy mindannyiotoknak utalni az elején, hogy fölösleges így az értelmet ebből, így meg a mögöttes szándékokat kiszálazni. Egyszerűen ennek az, ki van írva, ez így nincsen beleírva az alkotmányban, de ha jobban elolvasok, kicsikét hunyorítunk, akkor benne van Magyarország államformája, paródia. És minden megnyilvánulását így kell értelmezni. Ez is erről szól. Nem csak arról van szó, hogy a kormány odarak egy ilyen marhasságot, meg a kormány megpróbálja folyamatosan életre lehelni az ellenzékét, hanem arról is, hogy akik meg O1G-znek teli tüdőből, meg tényleg azt gondolják, hogy az ukrán-orosz háború sorsa azon fog eldőlni, hogy a magyar kormány az lelkesen szavazza meg a szankciós csomagot, vagy szégyenlősen, mintha bármi változtatna azon túlmenően, hogy azt az X mennyiségű vagyont, amivel ez az ország bír, azt valamelyik régi bankároligarha rakja zsebre, vagy az új politikai oligarchák. Ennyi tétje van, semmi nem múlik rajtunk, semmi nem történik az egészen, és egy ilyen paródiában élünk. Tehát ezt nagyjából mindenre elmondhatod. És miért nem tettek bele még mondjuk
néhány pontot, akkor ezek szerint ez is fő kérdés, mert ha már itt tartunk, hogy bele lehet kötni, és az ellenzék vagy rá megy, vagy nem, akkor azért még belehetettek volna, nem? Akár. De igazából nem kell. Van egy újabb tartalom. Az egy újabb tartalom. Egy újabb tartalom. Tehát azért a tartalomgyártásnak az a lényege, hogy folyamatosan jelen kell lenni a követőket, a rajongókat, folyamatosan ki kell szolgálni újabb tartalmakkal. Most ez egy heti tartalom, egy két heti tartalom. Ha Magyarország paródi, akkor a paródokat el kell látni egyfajta kreativitással is, és interaktivitással. A paródok maguk találják akkor ki, hogy mik illenek be ebbe a salátába, hogy tulajdonképpen mi az a magyar életmód, és mi, hogyan lehet bántani, és tényleg dolgozzon a közönség, dolgozzon. Na hát akkor meglátjuk, hogy mennyire kapcsolódik a magyar életmódhoz például az, ami a minap a parlamentben történt, és milyen mögötte szálakat lehet abból majd felfejteni. Ugye arról beszélek, hogy Gyurcsány Ferenc, hogy ő maga fogalmazott, ölelkezett Rácz Névföldi Judittal egészen hosszasan, úgyhogy meg is fogjuk majd nézni, hogy hogy is történt pontosan. Folytatjuk már is, és úgy előkerült a műsor első felében, hogy mennyire van szükség mondjuk valóságsóra, vagy bármi másra a parlamentben. Hát történt valami néhány nappal ezelőtt, méghozzá Gyurcsány Ferenc és Rácz Névföldi Judit között, amikor ugye a mandátumát átvette, akkor ugye Gyurcsány Ferenc, hát finoman szólva, megölelgette Rácz Névföldi Juditot. Nézzük meg, hogy is történt ez pontosan, és utána majd elemezzük a helyzetet. Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Szűcs Lajos és Hiszékeny Dezső jegyző urat. A határozati házszabály alapján ellenőrizzék Rácz Névföldi Judit képviselőasszony első okmányának érvényességét. Jegyző urat. Rendben volt. Na, hát elég sok elmélet látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy mi is történt pontosan. Ugye, ami biztos, Gyurcsány Ferenc azt állította, illetve a DK sajtóosztály először, hogy ugye belesúgott egy mondatot Rácz Névföldi Juditnak a fülébe, ami így hangzik, és még a felcsút is kikapott a hétvégén, ezek a te napjaid, ugye állítólag ezt súgta a fülébe. Ő rúgta volt. Egyébként itt járt ugye Gyurcsány Ferenc az egyenes beszédben, és természetesen ez is szóba került, azt mondta, hogy ők ezt megbeszélték előre. Mármint Rácz Névföldi Judit, aztán ezt Rácz Névföldi Judit is megerősített, hogy tényleg megbeszélték előre. Na majd nézzük a politikai vetületét, de magáról a showműsor, vagy erről a valóságsó elemről mit gondoltok? Ami biztos, és épp itt meséltem adás előtt nektek, hogy legalábbis sok fórumon mondjuk így ez a fő téma, tehát sokkal kevésbé esik szó mondjuk a nem tudom, nyugdíjakról esetleg, mert hogy Gyurcsány Ferenc hát a közbeszédet némileg ebbe az irányba el. Vitte. Nem tudom, nekem alapvetően most is megint megnéztem ezt a videót, tehát így... Hányszor nézted meg, Péter? Most másodszor egyébként, először csak a fényképeket nem lehetett megkerülni, de hogy nekem az jut eszembe, hogy tehát ez a történet, ez a maga, a zaj, az emberek, akik ott viháncolnak, hogy ezt valami oknál fogva úgy hívjuk, hogy tisztelt ház, vagy vannak, akik így hívják. Ez itt az országgyűlés, elvileg a Magyarország legfőbb közjogi ilyen kollektív méltósága. Mennyibe kerül? Tényleg. Szóval igazából röhögök is, de úgy vagyok vele, hogy nem. Na, de magához a show elemhez mit szólsz? Mármint ami Gyurcsány Ferenc. Itt a show elem szerintem egy ilyen totális show elem volt, tehát nem csak ami Gyurcsány Ferenc. Én nem tudom, igazából napok óta, na, azt nem azt mondom, hogy minden időmet ez veszi el, de hogy egy filozok rajta, hogy mi lehetett ezzel a szándéka. Nem volt szándéka. Ilyen a csávó megy. Egyetlen dologra tudtam gondolni, hogy hát most akkor nem arról beszélünk, hogy Rácz Névföldi Judit egy ilyen offshore céggel bizniszelt, aztán azt letagadta, és még azt is be akarta perelni, aki erről írt, hanem most erről beszélünk, sőt, még ahogy elnézem, Rácz Névföldi Juditot beállítják ilyen kicsit ilyen áldozati szerepbe is, és akkor most hirtelen itt vele kell valamiféle szimpátiát érezni. De aztán igazából az egész a reakciókat, a sajtókommunikéket, a mindent elnézve, egyébként tényleg nagyon buris, hogy a kommentelők lemaradt a Gyurcsányi kommunikéje mellett, mert ez első napon ugye az volt az általános narratíva DK-s körökben, hogy ez Photoshop. Kérem szépen, nem történt meg. És aztán utána Ferenc már elmondta, hogy nem, hogy megtörtént, hanem tervezett is volt, és még nem álltak rá erre a vágányra. Az egész szerintem annyira, hogy mondjam, egyrészt annyira piti,
Tehát tényleg semmi nem történt tulajdonképpen. Másrészt pont az, hogy egy ennyire piti dolog, nem az, hogy ennyit beszélünk róla, hanem az, hogy ennyire azt mondom, valami történt a parlamentben, ezt mondtad te is a felvezetőben, ez a történés. Valami történt, erről igen. Beszélünk, mert napos. Végre valami történt. Pontosan tudom, hogy mi az, ami beugrott nekem, amikor először láttam, és hétfő óta nagyon hálás vagyok. Nem mintha az ezzel kapcsolatos identitásom megkérdőjeleződött volna korábban, de hétfő óta van plusz egy indokom arra, hogy miért nem akarok megválasztott DK-s képviselő lenni. Ezt hétfő óta még, és ez volt az első, ami eszembe jutott, amikor ezt megláttam. Ez az egyik. A másik azért a, hogy is mondjam, nem gondoltam. Vasas győzelem esetén esetleg. Egy vasas győzelem esetén se vállalod be. Elmondta ő, itt az ATV-ben mondta az egyenes beszédben, hogy mi történt, és bármennyire is furcsán hangzik, én azt hiszem, hogy tényleg ez történt. Ahogy megbeszélték, és ez volt a cél? Az hogy megbeszélték, nem, hanem hogy azt nem tudom. Legalábbis Rácné nem az látszott, hogy ezt erre úgy számított. Tehát az ölelés, mert ugye ez egy ölelés. Ugye Gyurcsány Ferenc azt mondta hogy ez egy provokatív ölelés volt, ami bizonyos értelemben az ellenzéki pártoknak és különösen a Momentumnak szólt. A párbeszédnek, és szégyeljék magukat, nagyon keményen fogalmazott, akik lényegében akadályozták azt, hogy ők érvényesítsék azt a jogot, ami egyébként szerintem egyébként tényleg a joguk, hogy ők döntsenek arról, hogy kit visznek be az országgyűlésbe. És szerintem Gyurcsány Ferenc tényleg ezt akarta, az ölelés egy picit egy ilyen leszorított kezekkel, tehát nem tudom, hogy így ölelünk-e meg egy hölgyet, pláne barátilag. Barátilag ez a ilyen, mert a két keze ugye hátra szorult a hölgynek, de nem is, én nem ebbe akarok belemenni, hanem abban volt igaza szerintem, és abban volt szerintem hiteles és őszinte Gyurcsány Ferenc, hogy ez valóban arról szólt, nem is a Momentumnak üzent ezzel elsősorban, meg nem is a Párbeszédnek, hanem a sajátjainak. Nekem ez a koncepcióm, hogy ez a DK táborának volt egy üzenet, és a DK-ba igyekvőknek volt egy üzenet, és hozzá tényleg érdemes megnézni azt az interjút, ami az egyenes beszédben volt, ahol azt mondja, hogy ő meg fogja védeni, és ki fog állni a legvégsőkig a DK-sokért, tehát ő egy ilyen apatigris, aki az ellenfeleket megöli, a klántagokat megöleli, és lényegében ez nem más, mint az Orbáni stratégiának a deklarálása, a DK-ban, aminek ugye az a lényeg, hogy senkit nem hagyunk az útszélén. Nem az embereket az útszélén hagyjuk, de a párt tagokat, a párt tisztségviselőt nem hagyjuk az útszélén. Megnéztem Gyurcsány Ferenc ezt az adást. Pontosan ezt tette, és ezzel szerintem ki is, ez az ölelés szimbolikusan a DK egységét, a DK-ba igyekvők biztonságát demonstrálta, és lényegében elindította az európai parlamenti választási kampányt, amiben ennek az a szimbolikája, hogy Gyurcsány Ferenc lényegében... Ez az indítás, Gábor. Szerintem ez az indítás. Ez azt üzenete... fog még ez fokozódni, jó, akkor én ezt várom. Minden idők legjobb kampánya jön. Csak egy mondatom van már, és akkor befejezem. Szerintem ezzel azt is üzente szimbolikusan Gyurcsány Ferenc, hogy az összefogás az megszűnt. Aha. Azt mondta ugye itt az egyenes beszéd, hogy megküzdöttünk, megcsináltuk, és mindenkinek azt üzenem, különösen azoknak, akik nem jöttek be, hogy velünk ezt nem csinálhatjátok, mi másfajták vagyunk, és ti szégyeljétek magatokat, Momentum, MSZP, Párbeszéd, és ugye arra is célozgatott, hogy lesznek még az érdekesek, akik majd érkeznek. Erről szeretnék mondani valamit, csak sajnos itt szét fogom ceglédizni, vonázni ezt a részt, mert ez annyira kedélyes. Én meg sem szólaltam ebben a részben. Mondja a Cegó, csak én azért, mert felvezette nekem erről, azért lenne megjegyezni valóm, de akkor mondjad először te, csak mondjad a... Nem, annyira nem lehet fontos, mint amit te akarsz. Mondjad, András. Na, így nehéz lesz, haladjunk. Köszönöm szépen. Szóval, ugye az történt, hogy itt van ez az esemény, aztán jönnek megint ezek a műillem szabályokat előadó műfeminista izék a sajtóban, meg a közösségi médiában, hogy itt milyen erőszak történt. És akkor Rácné helyett elmondják, hogy hogyan kellett érezni magát Rácnénak. Nyilván valóban szokatlan egy kicsikét, amit Gyurcsány Ferenc ex-miniszterelnök előadott, na de azért ne őrüljünk már meg teljesen. De azért itt történt egy erőszak ebben az esetben. Már amennyiben még ezen a tárgyon lehet erőszakot elkövetni. És ezt a Momentum és a hozzá csatlakozók követtek el. Mégpedig a magyar parlamentarizmussal szemben. Ezek a szerencsétlen nyamvadtak. Ebben az egész sztoriban nem vették azt észre, hogy ők egyébként mit csináltak. Ugyanis nem igazolták a mandátumot. Ezzel teremtettek egy olyan precedenst, hogy ha valaki bármilyen erkölcsi okra hivatkozva, vagy csak arra, hogy nem tetszik neki Hajnal Miklós frizurája, ami szerintem nyomósabb ér, mint hogy valakinek offshore látens cége van-e vagy sincsen, akkor innentől nem fogja igazolni a másikét.
A Fidesz azt fogja mondani, hát a Momentum már megcsinálta, megteremtette, én tudok, és sokkal súlyosabban be tudok dobni Soros meg, dollár baloldal meg, megvett külföldi ügynökök. Hát más kérdés, hogy ők csak 10 vannak, mi meg 134-en, de ugyanazt csináljuk, mint ők. Nos, ha valaki meghágott itt valamit, akkor a magyar parlamentarizmus maradékát a Momentum és csatolt része. Szerintem Gyurcsány Ferenc és a DK nem tervezte ezt meg, és nem üzenni akart ezzel. Szerintem az történt, hogy Gyurcsány Ferenc, akiről tudjuk, hogy a beszédei is szenvedélyesek, a döntései is azok, egész egyszerűen ott és akkor ennyire heves volt. És ez valószínűleg köztük egyébként egy létező nexus is. Szeretett nyelv. De, bocsánat, én ebben tényleg tök bunyevác vagyok, én értem azt, amikor nagyon megölelnek valakit, sőt, a tekintetben preferálom is, hogy nekem mindig azokkal van bajom, akik körzővel, vonalzóval, számokkal, ne aggódj, András, szerintem téged puszilgatni se akar a Gyurcsány, tehát nyugodtan, hogyha... De most előled menekült, Zoli. Igen. Hát, a preferálód, tehát én a preferálódnál így azért tényleg elkezdtem tendálni. Jó, mindegy. Amit mondani akarok, hogy szerintem itt annyi történt, hogy Gyurcsány hevesen megölelte ezt a nőt. Egész egyszerűen tényleg volt bennük egy nyomás, tényleg a párton belül is látható törésvonalakat okozott az, hogy ennyire ragaszkodtak a hölgy személyéhez, és ő ezt a győzelmet ünnepelte volna meg így, minden más az utólag került rá. Az aklatási kérdéseknél már belekeveredett Ungár Péter is, mert hogy adott két puszit, és azt is most már úgy tárgyalják, hogy mint hogyha Nyílci nem akart volna erőszakolni. Aki látta ezt a videót, akkor azt is észrevesz, hogy egyébként a hölgy az, aki ezt a puszit kezdeményezi. De ami fontos, és az András félig már említette. Ugye volt egy vita arról, hogy egyáltalán Rácné Földi Judit az lehet-e országgyűlési képviselő, és a Momentum meg a Párbeszéd az egységesen és hangosan, az MSZP az megosztva, mert ugye voltak MSZP-sok, akik megszavazták, bementek, szóval hogy azt mondták, hogy nem lehet Rácné Földi Judit. Az MSZP-nél az volt az állítás, hogy ami a gondjuk volt ezzel, hogy egy volt szakszervezeti ember helyére jön be valaki, aki pont az ellenkezőjét képviseli, de ettől még ők nem akadályozták ezt meg. A Momentum viszont, meg a Párbeszéd azt mondta, hogy mivel ez a nő hazudott arról az előválasztási kampányban, hogy volt-e neki offshore érdekeltsége, ezért erkölcsileg alkalmatlan. Most úgy felvetném a kérdést. Mondják ezt Gyurcsány Ferenccel egy listán lévő politikusok, hagyjuk ma. Na jó. De hogy azt a listát egyébként, amin Rácné Földi Judit a 62. volt, azt ez a hat párt terjesztette be, mint jelölő szervezet. Erre hivatkozott is egyébként Gyurcsány Ferenc. Nem a vízből vonta ki, mint az oxigént, Árpád, a jó munkás ember, hanem az történt, hogy Rácné Földi Judit hivatalosan, sajnálom, de a Momentum és a Párbeszéd jelöltje is volt, hiszen egy közös lista volt. Ők ezt megszavazták, kellett volna akkor kárálni, de a kedvencem, hogy a Momentum ugye azt mondja, most már pár hete, hogy ők lecsavarják a parlamenti munkát, mert az már kiüresedett a parlament, semmit nem jelent, pultozni kell, itt jegyzem meg, hogyha kóstoltató emberek akarnak lenni valamelyik vegyesboltban pult mögött, azért nem jár országgyűlési képviselői fizetés, le lehet mondani a mandátumról, hogyha ez nem kell nekik, de a lényeg, hogy a parlament kiüresedett, semmit nem ér, de csak annyira üresedett ki, hogy a szent magasztos falak közé egy Rácné Földi Judit azért nem jöhet be. Tehát, hogy mi nem dolgozunk benne, mert annyira nem fontos, de az a nő meg nem dolgozhat benne. És az utolsó, az offshore egyébként nem törvénytelen. Sajnálom. Micsoda? Az offshore nem törvénytelen. De hát ezt figyelj, két külön dologról beszélünk. Egyfelől, amit mondasz, hogy az ő jelöltjük volt. Igen. De ez egy politikai szempont, ezt felvetette a Gábor is, utalva a Gyurcsány interjúra. Most a másik fele pedig, hogy nekik akkor is kutya kötelességük lenne megszavazni, vagy igazolni a mandátumot, hogyha a Fidesz listáról jön valaki. De ez eddig egy gyakorlat is volt az országgyűlésben. Tehát nekünk is volt nagyon sok kellemetlen ilyen készfogásunk, amikor valaki esküdt, mint hogy a mi jelöltjeinkkel, vagy a mi képviselőink kapcsolatban is volt másoknak, és ilyenkor mindenki lenyelte ezt a békát, mert tényleg azt nagyon jól mondta az András, hogy a magyar parlamentarizmusból nem sok marad, de ez a fajta... szokásjog, vagy nem is tudom mi ez a gyakorlat, ez megmaradt, hogy a mandátumát igazoljuk még a legádázabb politikai ellenfelünknek is. És a Momentum is mondhatta volna azt, hogy Földini Rácz Judit parlamentbe érkezésétől, Rácné Földi Judit parlamentbe, már itt már kígyóznak a kígyók mindenfelé, szóval az ő parlamenti mandátumától nagyon-nagyon rosszul vagyunk,
De mivel a parlamentben, és mennyivel elegánsabb lett volna, mivel a parlamentben van egy ilyen jog, és ezt mi is tiszteletben tartjuk, ezért alá fogjuk írni. Egyébként az, hogy ennyire ragaszkodtak, vagy ragaszkodott a DK Rácz-i Földi Juthoz, annak van valamilyen súlyjelentősége, hiszen azért nyilván lett volna más is. Tudták nyilván azt is, hogy ebből lesz ügy, lesz probléma, elő fog kerülni. Az, hogy mégis ennek ellenére így ragaszkodtak hozzá, akkor... Ez az üzenet egyik, vagy ez az üzenet lényege, amit egyébként, ha orbáni terminológiával fogalmazunk meg, akkor az a támadják a kisvasutat, akkor meghosszabbítjuk Bicskéig. Itt most a Kajmán-szigetekig történt a hosszabbítás. De bocsánat, csak egyébként ugye a DK-nak az elmúlt hónapokban vitt stratégiája tök egyszerű, politikusokat vesz át folyamatosan, szedel más ellenzéki pártoktól, azt üzeni, hogy mindenki hozzánk jön, nálunk van az erő, egyébként, ha jól tudom, most megint be fognak jelenteni valami újabb sztárigazolást. Amiről még a párt nem tud. Így van, úgyhogy most szerintem vacak hétvégéje lesz sokaknak, de hogy a lényeg, hogy ezzel nem férne össze az, hogy a Párbeszéd nevű tömegmozgalom, meg a csúcson lévő Momentum, azok így kiválogatják, hogy a DK kiket küldhet be. Tehát, hogy Dafke nem is. Azt, hogy ők ezt végig tudták csinálni, Gyurcsány valószínűleg meg is könnyebbült, azért volt ez a nagy összedés. Az az egészben tényleg a tragikus. Az a tragikus az egészben, hogy a többi ellenzéki párt, az összes, azt éri el, hogy hozzájuk képes Gyurcsány Ferenc. Igazmondó, racionális, politikai tényező. Tehát az a helyzet, hogy mondom, tehát az, hogy hazudik valaki a választási kampányban magáról, mondják ezt Gyurcsányról, akinek ezen ment tönkre a politikai karrierje. Igen ám, csak akkor csinálnak valamit, hogy ők nagyobbat hazudnak, mint a Gyurcsány. Sőt, folytassuk innen, ez nagyon fontos, ugye mind láttuk Orbán Viktor arckifejezését a videón a háttérben. Ördögi, sátán. Átvitt értelemben is fontos a háttérben röhögő Orbán Viktort megemlíteni, ugyanis abból, ami itt történt, egy dolog egészen biztosan nem következik, egyetlen új ellenzéki szavazó. Tehát ezek a pártok éppen úgy rugdossák egymást, hogy az, aki eddig a külön-külön bármelyikre nem akart szavazni, vagy egybe az egészre, az most nem mind. Nem, csak egyetlen szót hadd, de somolyog az orra. Göcög. De pont az, amit a Zoli mondott, szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy Gyurcsány Ferenc szerintem belátta azt, hogy jelen állás szerint ellenzéki szavazók szerezni valahonnan a bizonytalan, meg a kiábrándult fideszesek táborából, ugye ez mindig egy vita, hogy léteznek-e, nem lehet. Vagyis most jelen pillanatban a belső rablás időszaka zajlik, ahogy te is mondtad, a DK egy ilyen kis gömböcként falja föl a pártokat, és ez volt tényleg a fő üzenet, hogy megmutatta neki, hogy mi egységesek vagyunk. Ezt el is mondta az interjúban Gyurcsány Ferenc, mi mások vagyunk, mint ti, mi kiállunk egymásért. És én azért mondtam, hogy ez az ölelés szimbolikusan az európai parlamenti kampánynak volt a kezdete, mert jövő májusban vagy júniusban, nem is olyan sokára, az ellenzéki pártok egy része számára eljöhet az igazság pillanata. És Gyurcsány Ferenc arra készül, hogy a terepet, ahol most még nagyon sokan mondanak mindenféle dolgokat, azt leegyszerűsítse, és a hegylakó módjára, ugye a hegylakó története úgy zajlik, hogy egy maradhat a végén, hát lehet, hogy Gyurcsány Ferenc lesz a hegylakó. Létezik egy ilyen kifejezés is, hogy véd és dacszövetség. Most én ezt látom egyébként a DK-nál, tehát egy véd és dacszövetségként működik ebben az egész történetben kifelé, és én egyébként megmondom őszintén, azt nem érzem, hogy mondjam, szentségtörésnek, hogyha a parlamenti szokásjogot felborítva, az itt eddig parlamenti szokásjogot felborítva, nem szavazzák meg a mandátumot. Megint más kérdés. A súlyos következményeket szerintem az András elég jól elmondta, valamint az egész történet tényleg onnantól válik, igen, súlytalanná, hogy mi a keret. Tehát, hogy ebben a parlamentben teljesen lényegtelen. Ebben neked igazad van, Péter, de te nem is akarod ezeket a szabályokat magadra venni. Te hát ezeket nem vagyok képviselő tartod jelent. Magadra nézve kötelezőnek. De emberek fizetést kapnak azért, hogy ezt a szabályrendszert elfogadják. A parlamentarizmust olyat, még a NER-en belül is valami kiemelten fontos dolognak tartják. Úgy gondolják, hogy az reprezentálja mind a többséget, mind a kisebbséget. De egyre gyakoribb az, hogy ellenzéki, és nem, most már nem csak a hatházi azt mondja, hogy igen, lecsavarjuk a parlamenti. A parlament már lényegtelen, kiüresedett, pultozni kell, egyetértek, nekem vannak pultos ismerőseim kocsmákban, az komoly, kemény munka, interakcióba kell lenni az emberekkel, oda kell figyelni. De nekik nem fizetik ki az albérletet, a közlekedést, a benzinkártyát, nincs 3 millió forint. Csak ironizáltam a történetet, igen. Tehát pont az a lényeg ilyen szempontból, a felrúgni a parlament működési
a játékszabályokat, az szerintem önmagában nem probléma egy olyan parlamentben, aminek jelentése és jelentősége van. Ennek nincsen, itt az is a show elem része, hogyha felrúgja. Ácsi, itt nem a játékszabályok felrúgásáról van szó, itt nem pulpitus elfoglalásról van szó, itt nem verekedésről van szó, és a többi, ezek azok, amikor felrúgott. Itt a parlament alapjáról van szó. Ez az a cérna szám, az a játékszabály az alap. Összeomlik a parlament, mert ugye azt mondod, hogy van egy olyan hely, ahol megjelennek a különböző politikai erők, különböző társadalmi rétegek, képviselői. Valaki többségben van, valaki kisebbségben, de egy dolgot nem kezdünk ki, hogy nem vitatjuk el a másiktól, hogy ő is képvisel valamit, vagy valakiket. Hát ilyen értelemben mondom, a játékszabály az az alap, hogyha felrúgják az alapot, az a játékszabály felrúgása, nem terminológiai kérdés egyébként. Az, hogyha elfoglalják a pulpitust, vagy ugrálnak, az belefér, vagy nem fér bele, ugye ezt az éppen aktuális játékmester szabályozza meg. De én persze nekem semmi gondom a játékszabályok felrúgásával sem, a képviseleti demokráciával vannak problémák. Értem, de még egyszer mondom. Nem minden normasértés minősül az én szememben dicsőséges játékszabály felrúgásnak. Mondok egy nagyon durva példát. Öljünk meg minden elsőszülött fiú gyermeket. Ez aztán a játékszabályok felrúgása lenne, hiszen van egy csomó szabályunk, ami ezt tiltja. Senki nem állna, hogy na ez milyen forradalmi dolog. Tehát önmagában csinálni valamit, amitől sokkal rosszabb lesz a világ, nem ünneplem meg azért, mert hogy ez nyilvánvalóan bizonyos normáknak a megsértése. Félreértetek, én nem ünneplem, én csak azt mondom, hogy mert ti abból indultatok ki, hogy per definíció nem. A játékszabályok megszegése, az a parlamentarizmus műtőjét megkérdezi. Szerintem ez túlzás. Ebben az esetben viszont alapvetően igazatok van. Alapnorma kérdése. Meg lehet, tehát leírt szabályokat meg lehet szegni, ennek következményeit lehet viselni. Ja. Valaminek az alapját, az értelmét nem vitathatod. Ez egy erkölcsi kérdés, ez egy gyakorlati kérdés is. Tehát itt az András erre az első hozzászólásánál utalt is. Tehát hogyha elkezdődik az a játék, hogy én nem igazolom a tiédet, akkor én sem igazolom a tiédet, akkor az előbb-utóbb a Momentumra is visszacsaphat. Hát lehet egy olyan szituáció, hogy valamelyik Momentumos képviselő lemond, a Momentum be akar hozni valakit helyett, akit akár még valamelyik bizottsági tisztségbe is akar jelölni, és a DK meg a Fidesz azt mondja, gyerekek, mi én nem várom, tudom, várom, hajú, vagy hajú, és nem tudom támogatni a mandátumot. Várom is ezt a pillanatot, jön még kutyára a Belgrádban. Hát ez egy ilyen játék. Én ezért mondtam, hogy a Momentum részéről ez nem csak a parlamenti játékszabályoknak, vagy az alapnormáknak a felrúgása volt, hanem egy önsorsontás. De most alapvetően, hogyha ezek lesznek a viták tárgyai, akkor az mennyivel lesz színvonaltalanabb, avagy színvonalasabb viták tárgyai, mint a mostani. Egyébként emlékezzetek rá, amikor a kicsit hasonló, bár nem a parlamente belül, a kétfarkú kutyapártot ugye hosszú ideig nem volt hajlandó bejegyezni a bíróság, mert ilyen nevű párt nem lehet, mint mindenfélére hivatkoztak, amit persze hát jogosan, törvényileg megtehették, csak hát arról szólt az egész történet, hogy itt a demokrácia akadályozása van, az alapoktól. Két nagyon rövid megjegyzésem, hadd legyen még. Az egyik az, hogy ez a társaság így egyben, Márki-Zay Péter vezetésével egyébként tavaly ilyenkor még arról beszélt, hogy ők kormányozni fognak, hogy leváltják Orbán Viktort, így együtt az említett Rászné Földi Judittal. Tehát, hogy nekik egy kétharmados Fidesz mellett kucorgó, icipici, egyharmados ellenzék egyik pici frakciójában, a DK-ban nem fér el Rászné Földi Judit, de tavaly ilyenkor még kormányra mentek volna vele, hogy Magyarországot irányítsuk, és ugye ezt mondták, mi voltunk... Minden bizony államtitkári rangba került volna. Igen, ezt akarom mondani, hogy és ugye valószínűleg még ugye ért a gazdasághoz, de hogy, vagy bizonyos cégekhez. De hogy ugye, hát minket ütöttek, hogy nem látjuk át ennek a nagyszerűségét, hogy milyen fantasztikus ajánlatuk van, megint csak mondom, Rácné, Földi, Judittal a listán, az ország számára, és hogy ez milyen jó lesz, de képzeljétek el, hogy akkor mit kaptunk volna, hogyha mi nem a Momentum, nem a Párbeszéd, nem ezek az újságírók, mi álltunk volna neki így ütni a DK politikusát. De ne haragudj, hát ez világos. Fizet a Fidesz? Ez engem nem érdekel, hogy mit kaptunk volna, és azt próbáltam itt a Péterrel valahogy kiegyenesíteni, megértetni, hogy lehet mondani, amit ő mond, csak akkor ezek az emberek mondják ki, hogy ők nem rekonstruálni akarják a képviseleti demokráciát, hanem nem hisznek benne. Ők nem akarnak parlamentarizmust, ez nincsen, mert ez ugye nem működik. Máshogy ezt a Gábor előbb tisztáztuk, hogy ennek az alapját nem kezdem ki. Lehet anarchistának lenni, lehet arról az érvelni, ott ül velem szemben, és ezt én tökre tisztelem, mert nagyon cuki dolognak tartom. Akkor ne kapjon valaki képviselői fizetést. Hát ez ugyanaz, mint hogy ne mondja valaki azt, hogy ki kell vonulni a parlamentből, miközben ott ül a parlamentben. Persze.
hát ez a dolog alapvető, és abban a csomagban egyébként nem csak Rászné-földi időt volt, tehát mit kaptunk azért, vagy legalábbis én mit kaptam azért, de szerintem mindannyian, amikor azt mondtuk, hogy hú, Tóth Csaba is benne van, az mégiscsak kínos. Aztán persze a végén csak kipotyogott belőle, de hát így bármit el lehet adni a csomagot. Csak egyetlen egy mondat, hogy meg hát mi is belessünk abba a hibába, hogy most itt a NER országgyűléséről beszélünk, de ennek a sztori, ebben a sztoriban a NER nem is szerepelt. Igen, ezt két mondom. Ellenzéki párt ezt vitája mondom. Volt. Ebből nincs új ellenzéki szavazat. Akkor ez a NER utáni parlamentnek is a része a jelenlegi modell szerint, ahol a különféle pártok, ha valaki nem tetszik, nem fogják igazolni. Gondolom nem fér bele, Ági, mert akkor innen válaszolnék majd utána. Innen mindenképpen fogsz válaszolni, szerintem ez nagyon fontos lesz, de ha már itt a családi viszonyokról beszéltünk, Novák Katalin férjéről is fogunk beszélgetni, aki szintén nem akármilyen karriert futott be, úgyhogy már is folytatjuk. Folytatjuk már is, és hogyha az előző részben ugye különböző hát családi viszonyokról beszéltünk, meg itt a szünetben is előkerültek ilyen típusú kapcsolatok, hát folytassuk akkor egy házaspárral, méghozzá Novák Katalinnal és a férjével, Veres Istvánnal, aki nem akármilyen teljesítményt ért el, mert hogy ugye önkéntes tartalékos lett, tetette az esküjét, de, és ami a lényeges, ugye egy 5 hetes kiképzésen van túl, és egyből alezredesi rangot kapott. Hát ugye arról beszélgettünk itt, hogy a szabályokat mennyire kell betartani, és hogy a szabályok mennyire fontosak, akár a parlamentben, vagy bárhol máshol. Hát itt mennyire látjátok, hogy a konkrét szabályoknak megfelelt ez a történet, hát, és hogy alezredes lehet valaki 5 hét alatt. Jogi szempontból megfelelt, szerintem a katona, mint hivatás megítélésének rosszat tesz, vagy bent, nem tudom. Tehát, hogy azért vannak emberek, akik tényleg arra szánják rá az életüket, hogy nekik ez legyen a karrierjük, és nagyon sokat tesznek azért, hogy eljussanak az alezredesi fokozatig vagy szintig. Én nem látom át pontosan, hogy hányféle útja, módja van annak, hogy valaki ilyen típusú rendfokozat, nem akarok hülyeséget mondani, én pont nem vonultam már be, tehát, hogy ilyen szintet érjen el. És tudom, hogy nem csak az az egy útja van, hogy bevonul, mint kiskatona, és végigjárja a ranglétrát, hanem mindenféle egyéb, akár oktatói tevékenység is lehet ennek az alapja. De akárhogy is, jogszerű volt, értem, de borzalmasan rossz az üzenete valaminek, aminek jó kéne, hogy legyen. Egy olyan világ felé tartunk, tetszik vagy sem, ahol több fegyver, több katona és sokkal élőbb élménye vagy lehetősége lesz az embernek az, hogy ilyesmivel foglalkozzon. Egész egyszerűen az gyakorlat lesz szerintem, hogy férfiak ilyen képzettséget fognak szerezni, hiszen látjuk azt, hogy a szomszédunkban mi zajlik. Ez egy üzenet is egyébként, sok felé. De mindennek az üzenetnek az erejét, amit most ugye a fideszes közszereplők gyakorolnak egyik, másik, harmadik, a kormányból is annak környékén, azt lerontja, hogy ez az alezredes, ez nagyon hülyén néz ki, mert pontosan tudjuk, hogy ez az ember a szó tartalmi értelmében nem alezredes. De akkor milyen üzenete lesz ennek? Abban a kontextusban, hogy hónapok óta arról van szó, hogy ilyen átalakítás van a hadseregnél. Az átalakítás nagyjából azt jelenti, hogy elbocsátják a tisztikart, és ráadásul pont ezt a felső tisztikar egy jelentős részét. És akkor így az emberekben persze felmerül, hogy honnan jön az utánpótlás, ugye vannak összeesküvés elméletek, hogy most új janicsárokat tesznek oda, meg jó, ez most csak egy tartalékos alezredes végül is, akiről beszélünk, de hát utána kapunk egy ilyen hírt, hogy ő belőle hirtelen alezredes lett, és hát megnézzük, nyilván nem az oktatói tevékenység, amit tudom, az a legvég, a közjogi méltósága. Na most az ő közjogi méltósága, unter uns, annyi, hogy ő a köztársasági elnök asszonyságnak a férje. Pont abban a háborús narratívában, amit az Orbán nyom, hogy a hadsereg tulajdonképpen szinte a legfontosabb, ugye nem is pocakos szerencsére a István, mert hogy ugye a pocakos tábornokok, hogy ő nem szereti, vagy alezredes még nem tábornok, de hogy ez a két üzenet együtt, hogy komolyan vesszük, ezt vesszük szinte a legkomolyabban, megvédünk benneteket, a megvédés az elmúlt években milyen fontos történet, minden, a teljes narratíva, a politikai narratív egy háborús cuccra van felépítve, már nem csak konkrétan a háborúra, hanem általában háborús metaforákkal dolgozik, és ugyanakkor berak egy ilyen operett alezredest. Oda. Ez tényleg egy jelmez rajta, nem ilyen szempontból igen. Az alezredes egyenruha. Én nem tudom, én megengedő vagyok ebben. Ugye a Veres Istvánról tudni kell, kicsit ilyen Hont Andrásos szójátékkal fog kérni, hogy neki van már tartalékos tapasztalata, hogy aranytartalékos volt a Magyar Nemzeti Banknál, Matolcsi György érkezéséig. Mit tettél velünk, hát András? Mit tettél velünk? Én? Igen, ez addig csináltad, amíg belement az agyunkba. Jött a vonat, ugye? Nem tudtam kihagyni, de hagyd menjek tovább, engedjétek meg. Szóval, amikor Matolcsi György, csak ez egy érdekes kis aktualitás, hogy amikor Matolcsi György érkezett, akkor ő eltakarította onnan.
és Balogh Zoltán közreműködésével került vissza. Ezt még majd, ha Batolcsiról beszélünk, esetleg érdekes lehet. És most én azért vagyok megengedő, mert ugye ő a first gentleman, és ha a köztársasági elnöknek megnézzük a jogkörét, akkor a viszonylag szűk jogkörből a néhány fontosnak tekinthető egyike az az, hogy a köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka. És szerintem itt egyszerűen a rangkülönbséget egy picit orvosoltuk. Hát az hogy nézett volna ki, hogy odahaza azt mondja Novák Katalin, hogy Veres közlegény elkészült a mákos tészta, és akkor főparancsnokul értettem, most Veres alezredes úrnak tudja szólítani. Annyira bíztam benne, hogy nem megyünk a beöltözős egyenruhás bulit felé, de ezek szerint mégis csak sikerült. András, mit látsz ebbe a sztoriban? Én azért örülök, hogy 5 hét alatt alezredes lett, és nem osztályvezető főorvos, ennyit tudok hozzáfűzni. Azért gondoljátok, hogy szakértő. Hogy ezért, elsajnáltam magam szegény Novák Jelődön, aki tényleg szintén bezupált ugyanígy, és pedig neki is parlamenti képviselő a feleség. Ráadásul Novák is. Belőle őrvezető, vagy tizedes, vagy nem tudom. Jó, de hogyha a feleségéből köztársaság elnök lehet, akkor neki még az. De az, amit a Zoli mondott, hogy ennek milyen üzenete van, azért most tényleg háborúban, ugye toborzás van, nagyon fontos a kormány számára, ez tényleg folyamatosan hangsúlyozzák, valóban mindenféle hangsúly van a hadseregen, ugye lecserélték a vezetőigárdát, hát egy ilyen helyzetben, egy ilyen kontextusban az, hogy valakiből 5 hét alatt alezredes lesz, azt így elengedjük. Szeretnék visszautalni arra, amit az első témánál mondtam, semmit. Mi annak az országnak az államformája. És szerintem ez ebbe illeszkedik. Ez paródia hadsereg, úgyse rajtunk múlik. Ez igaz egyébként a kormány megveszekedett híveire és kritikusaira egyaránt. Mi múlik egy olyan hadseregen, amelyben 5 hét alatt valaki alezredes lehet. Fordíthat ez bárhol, bármit, akárhogy dönt, semmi nem múlik rajta. De ez nem, szerintem nem csak arról szól, hogy lesz-e nekünk is egy, nem tudom, a lengyellel összevethető méretű, meg harckészültségünk, mert nem lesz, ezt pontosan tudjuk. Viszont amikor valami a politikát, a közéletet alapvetően meghatározó téma, és az, hogy Ukrajnában milyen háború zajlik, az ilyen, és ez közel van hozzánk, a szomszédunkban, akkor ez alapján születnek politikai döntések, a választást is jelentős mértékben az befolyásolta, egyesek szerint döntött el, hogy melyik álláspontot, melyik oldalon azonosították. Ott szerintem az, hogy tudatosabb döntéseket hozzunk, azt igenis tudja segíteni, hogyha több embernek van akár ilyen típusú tapasztalata arról, hogy hogyan, milyen a hadsereg, ha akár csak 5 hét erejéig is. Szerintem ez fontos. Jó, csak ez az 5 hét és az a lezgódás. Dolgot szeretnék a tiédhez hozzáfűzni, hadd mondjam el, mindegy, eszembe jutott. Ha már a lengyel Lászlóval, nem, lengyel zászlóval nem tudjuk magunkat összemérni, akkor itt mérjük össze magunkat lengyel Lászlóval. Ez nagyon rossz volt. Hát nem, csak az jártam vonára. Az 5 hetet emlegetjük, tehát csak az időtartamot. Engem azért valamilyen szinten nyilván nem fogok jelentkezni, de érdekelne annak az 5 hétes gyors talpalónak a tartalma is. Tehát 5 hét alatt mit tudtak, amiről megismerje, milyen a hadsereg? Tényleg kapott egy általános képet, mit csinált, vagy bokrot ugrott, vagy... Tehát mi az 5 hetes kiképzés, amit utána alezredes lehet? Voltál már intenzív nyelvtanfolyamon? Voltam. Pont az a lényege, hogy pár héten, nem is 5 héten keresztül, már 3-4 héten keresztül is, a nulláról eljutsz egy erős alapfokig. Szerintem, ami történik 5 hét alatt... Alezredes szintén. Az alapfokra nem kapom meg a felsőfokú nyelvvizsgát. Ezzel kezdtem, hogy itt egész egyszerűen a szándékot az ellenkezőre fordították. Mert nem, az sem biztos egyébként, hogy ez Veres Istvánnak volt az akarat. Az is lehet, hogy van ebben a rendszerben egy ilyen tehetetlenség, mert ugye mégiscsak a köztársasági elnök férj, és a honvédség, aki ezt a döntést meghozta, nem tudott mit mondani. Kérdés, hogy ha mondjuk ezt előtte megkérdezik tőle, nyilván ez már egy hipotetikus dolog, akkor ő mit mondott volna, hogy Veres úr, hogy túl vagyunk az 5 héten, meg volt a 30 fekvőtámasz, esetleg egy alezredesi címet bevállalna ezzel. És hogy erre mit mondott volna, igazából az dönteni el, az én szememben ezt a történetet, én meg úgy vagyok vele, hogy mint az András, hogy szerintem nem osz, nem szorosz, tehát ezt egy picit szerintem túl értékeljük. A saját döntésemet hadd mondjam el, mert nekem ugye be kellett volna vonulnom, és másodpercekkel előtte szűnt meg a sorkötelezettség, és nekem felajánlották, hogy válasszak, mert pont egy olyan eresztéssel voltam, hogy úgy megörültek nekem, hogy akkor van itt valaki diplomával, nincsen betegsége, stb. És akkor kiterítette, őrnagyúr kiterítette elém a palettát, hogy akkor mehetnék a lövészekhez, vegyvédelmisekhez, gyors reagálásokhoz,
állású hadtesthez, így feltem, vagy a díszőrséghez. És valószínűleg az lesz az utolsó, hogy a parlament belül az masírozó embereket elviszik, úgy mondtam, hogy én oda szeretnék, nekem a díszőrséghez kellett volna bevonulnom, de aztán végül ez azért... Ez azért van, ezzel akarta elmondani, hogy velem ellentétben ő magas. Ez erre szeretett volna a célom. Nem, azt akarta elmondani, hogy velem. Viszont én voltam katona másfél órát. Na, ha már díszőrségről, meg paródiáról beszéltünk, akkor szerintem a következő téma, hát nem is tudom, hogy melyikhez kapcsolódik szorosabban, hogy paródia vagy nem paródia, mert hogy ez a valóság igazából ugye Ceglédre fogunk menni, mert hogy itt volt egy demonstráció, ugye így tiltakoztak, hogy labdákat ugye pattogtattak a lakosok egy bezárt lakótelepi focipálya mellett, ugye ez a történet, mert hogy nem tudják elfogadni azt, hogy egy bírósági ítélet alapján a környéken két focipályát is bezártak, mondván, hogy hangos a történet, fociznak a gyerekek. Hát én épp azt, mikor gondolkoztam, vagy készültem az adását, az jutott eszembe tényleg, hogy nagyon kevés olyan lakóközösség van, ahol nincs olyan egy ember, aki mindig mindent megakadályoz, mindent elcsel, soha nem ért egyet semmivel, mindennel baja van. Minden lakógyűlésen ott van. És minden lakógyűlésen ott van, és biztos, hogy itt egy ilyen lakóról van, úgyhogy szerintem nem is ez az érdekes ötletben, hanem a bírósági ítélet igazából, hogy ezt azért tegyük már helyre, hogy itt egy lakóról van szó, sok gyerekről van szó, lakóterepről van szó, szóval, hogy fölülírhatja a bíróság ebben, szóval ki a fontosabb a történetben. Talán ez a fő kérdés. Ugyanazzal kezdem, mint az előzőnél, hogy ez egy jogszerű állapot, tehát hogy lehetett ilyen döntést hozni, ez nem is kérdés. Hát le lehet papírozni, jogilag rendben van? Igen. A helyzet az, megnéztem, hogy télen 9-től 6-ig, nyáron 9-től 8-ig, tehát este 8-ig lehetett használni ezeket a focipályákat. Tényleg két panaszos volt ezzel kapcsolatban, nem tudom innen megítélni, hogy az elvégzett szakértői vizsgálat az mit állapított meg. Mármint úgy értem, hogy amit megállapított, az mennyire volt valóban zavaró. Nekem az nem tetszik, hogy ez a futószalagos jogszolgáltatás oda jutott, hogy nincsenek ilyen bölcs kádik. Hogy nincs olyan bíró, aki azt mondja, hogy emberek, beszéljük már meg, hogy maguknak mikor és mi a legelviselhetetlenebb, önök mikor, hogyan szokták ezt használni, hogy nem lehetne valami kompromisszumra jutni, mert együtt élnek, tehát ennek nem lesz vége, mert ugye nem csak bezárják, lebontatják ezeket a pályákat, hogy mikor jutottunk el odáig, hogy mindenki inkább otthon ül a függöny lefüggőzött szobába, és írja a csoportokba, a Facebook csoportban, hogy már megint, igen, magyar életmód, már megint pattogtatják, és hogy biztos baj-e az, hogy a gyerekek azok kint szeretnének lenni egymással és csinálni valamit, és miért dobjuk el ezt a francba úgy, hogy jó, hát akkor inkább bontsuk le és kész, hogy miért nem lehet ezeket megbeszélni? Az, hogy közösségben élünk, az azt jelenti, hogy az az álláspont, hogy mindenkor, mindenhez, mindig jogom van, ez nem érvényesül közösségen belül, ezeket valamilyen módon el kell osztani. A legaggasztóbb egyébként, igen, amire utalsz, a bíróság maga. Igen. Ez a bíróságnak semmi köze nincsen. Ugyanis az van, hogy a mozgáshoz való jog, az meglehetősen alapvető jog. Fel is van sorolva, mint a taxatív. A legalapvetőbb jogunk sérül, amikor ezt megpróbálják tőlünk elvitatni. De az nem úgy van, ez nem úgy érvényesül, hogy a tömött buszon én már pedig a mozgáshoz való jogomat érvényesítem, mert megvan a lehetőségem leszállni. Megvan a lehetőségem elköltözni egy kertvárosba. És hogyha tönkrement az ingatlanom ára, mert mondjuk a mellettem lévő focipálya miatt kevesebbet ér, akkor persze kártalanítson valamennyivel az állam. Itt hívnám fel a figyelmet a másik cikkre, ami szintén a Telexen jelent meg, ami arról szól, hogy Délalföld kiürül, és a fiatalok vándorolnak el. És megszólaltattak csomó fiatalt, mindegyik, és mindegyik ugyan azt mondta, tök jó élni Szegeden is, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten is, nagyon jó babakocsit tologatni, de ők fiatalként nem csak erre válnak, és az inger szegény környezet a címbe is belekerült. Ott, ahol nem lehet legalább péntek szombaton hajnalig fellenni, ott, ahol a gyerek nem tud focizni, ott előbb-utóbb nem lesznek fiatalok, márpedig nyugdíjszelvény, vagdosásból nem lesz GDP. Én azt látom, csak egy mondatos kiegészítést engedjetek meg, és aztán nem is szólok hozzá többet. Engem az érdekelne, mert az fogja megmutatni igazán, hogy hol élünk, hogy az elbontott focipályák helyén mi épül. Ez egyébként egy nagyon izgalmas kérdés. Parkoló. Pontosan, nekem volt egy ilyen történetem, még amikor fiatal voltam, egy lakótelepen laktam, ide nem nagyon messze, ahol a játszótér mellé akartak építeni egy parkolót a
művelődési ázam ilyen koncerteket és hogy is hívjákokat rendezett, mint tényleg esküvőket, nem volt elég parkoló, de arra nem kaptak engedélyt, mert ez a játszótér mellett volt, úgyhogy engedélyt kértek egy focipályára, építettek egy focipályát, szépen lezárták, kiírták, hogy milyen rohadt drágába kerül, voltak reflektorok, ott csak is a kerületi őrzővédőszolgálat emberei fociztak éjszakánként, ezt feljelentették az emberek, előbb-utóbb betiltották, lebontották, és mi lett a helyén? Parkoló, mert ha már lebontják, ugye a beton ott maradt, hát akkor oda be lehet parkolni. De nem is ez a lényeges egyébként, vagy nem tudom, ez tényleg csak erről jutott eszembe, hogy mi lesz majd a helyén és parkoló, hogy engem az ökkent meg, hogy van két véglet, ugye az egyik az, hogy teljes labdapattogás legyen, mit tudom én, nekem mindenképpen szimpatikusom, a teljes tiltás. A kettő között, mint hogyha semmi nem lenne, hogy kompromisszumokat lehet, de hogy nem csak az, hogy megbeszélni azt, hogy akkor hogy legyen, hanem ennek vannak útjaim, konkrét lépéseket lehet tenni ebben az ügyben. Nézzük meg, ott van, szerencsétlen Orbán Viktor. Ott felcsúton a háza mellé egy komplet stadion épült, nem egy egyszerű focipálya, és mégis meg tud békélni ezzel a történettel. Szerintem engem két dolog zavar. Az egyik az, hogy tényleg ez a magyar életmód, és én, amit ott Péter itt mondott, hogy az nem merült föl senkibe a jogi lépések előtt, hogy esetleg valami olyan játszóteret építeni, ahol nem ez a rácsos megoldása, hanem valami másabb, ami nem, tehát hogy valami gyakorlati megoldás, tehát hogy nem eljutni a perig, meg a feljelentés, itt 20 éve zajlik. Hát de most az önkormányzat most jelenti, hogy majd valamit gondolkodunk, hogy nem tudom milyen borítás lesz, meg nem. 20 éve zajlik ez az ügy. 6 éve vagy 5 éve már feljelentés volt. Tehát hogy én értem azt, hogy most haragszunk ezekre erre a két családra, de lehet, hogy egyébként tényleg nekik valami elviselhetetlen volt, és akkor miért nincs valami olyan metódus, hogy ilyenkor keresünk valami kompromisszumot, hogy ne legyen olyan zajos, és a gyerekek meg tudjanak játszani, mert ebben a mai világban az tényleg nagyon nagy öröm, hogy egyáltalán látunk még gyerekeket az utcán játszani. Ez egyik. A másik meg ugye a mindennapi testnevelésnek és az egyfőre jutó legtöbb olimpiai bajnok országában, azért itt óvatosan felvetném a tömegsportnak és a tömegsporthoz való hozzáférésnek a problémáját, mert lehet, hogy ezért most meg fognak kövezni, hogyha a között kell választanom, hogy a következő 100 évben ugyanannyi olimpiai bajnokunk legyen, vagy még több, mint amennyi volt, vagy pedig ne legyen, de ne legyünk olyan egészségtelenek, mint az előző 100 évben, nem egészségesebbek legyünk, akkor az utóbbit választanám. De Gábor, én ezt értem, csak szerintem sokkal lényegesebb az az aspektus ennek, hogy képtelenek vagyunk tolerálni, hogy másfajta tevékenységet is lehet folytatni abban az idő pillanatban, mint amit én akarok. Az a helyzet, hogyha 10 millióan élünk együtt 93 ezer négyzetkilométeren, akkor térben is el kell helyezni magunkat. És ez sokkal fontosabb, mint a NER, sokkal fontosabb, mint a kormányzati programok. Egy ország, amelyik nem tudja, hogy tereket kell nyitni arra, hogy ezeket az érdekeket ütköztessük, az így is úgy is hülyéket fog a nyakába kapni, mert saját maga hülye. És akkor hülyeséggel lehet kormányra kerülni. Az életellenesség, mármint nem olyan értelemben életellenesség, hogy legyilkolnak minket feltétlenül, bár bizonyos értelemben azért örömellenes. A tömegsport... Örömellenesség. Az élvezetellenesség, az benne van mindenben. Vágjunk savanyú képet, érezzük magunkat vacakul, sírjunk a balsorsunk miatt, folyamatos, nem is tudom, frusztráció kiélés. Remélem, hogy nem érezték vacakul magukat, ahogy itt a Péter után rá, és hogy Bölcs Kádiként akkor én most lezárom a mai műsort. Köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten is lesz a szokásos időben 5, viszontlátásra, minden jót!